Negyedik Shakespeare előadására készül a Harlekin Bábszínház társulata. A Rómeó és Júlia, a Hamlet és a Szent Iván éjjelum után, most az Otellót, az 1600-as években íródott drámát dolgozza fel a társulat. A rendező szerint három aktuális témát boncolgat Shakespeare alkotása, amely a gyűlölet, a féltékenység és az idegenség. Egy velencében élő sötétbőrű hadvezér beleszeret egy fehér lányba, Desdemónába, majd össze is házasodnak, de emiatt hatalmas botrány tör ki, ami a későbbi kapcsolatukra is komoly hatással lesz. Éri Kovács András szerint a mai napig elhúzódik ez a téma, hogy ki milyen származású, és mennyire tud beilleszkedni a közösségbe. Lehet, hogy csak kicsit sárga, lehet, hogy egy kicsit vágott szemű, lehet, hogy sötétbőrű. Tehát ez, és akkor ez már más. Ugye, és ahol többen vannak azok, akik nem ilyenek, ott ez mindig fölmerül ennek a fogalomnak a köre, hogy indegenség, kirekesztettség, megalázottság, nem teljes társadalmi jog. Tehát komoly problémákat vett föl Shakespeare. A maga korában is nagyon izgalmas volt. Ott még erősebben hatott ez a gyűlölet folyamat. És ma meg csak csodálkozunk a mai modern világban, hogy van ilyen, hogy tudunk ennyire gyűlölni. És lehetséges, hogy sajnos tudunk. A darab különlegessége, hogy ezúttal nem bábokkal, hanem a színészek saját arcukat ábrázoló maszk segítségével elevenítik meg a történet karaktereit. Ez olyan hatást kelt, mintha az arcuk egyfajta bábfigura lenne, mégis élővé válik a színészek alakítása és testmozgása miatt. Habár a Shakespeare drámáját feldolgozó darabot tesztközönség előtt már játszották, a bemutató március 10-én, kedden 14 órakor lesz a Harlekin Bábszínházban.